korábbi felvételeinken a nagykállói római katolikus plébánián végzett látványos felújítási munkálatok láthatóak. A belvárosban korábban szépen megújult a római katolikus templom és az azt övező park, a közelmúltban pedig befejezték a kivitelezési munkálatokat a plébánia épületén is. Az építmény statikailag ugyan megfelelő állapotban volt, komoly, műszaki problémát jelentő repedések nem jelentkeztek rajta, ennek ellenére rossz állapotban volt. Az utóbbi időben már lakhatatlanná vált épület szinte minden elemét érintette a rekonstrukció, hiszen a plébánia tetőszerkezete szerkezete beázott, múlt év tavaszán a kémény is leomlott, a víz és a fűtésrendszer elavult, a villanyvezetékek pedig életveszélyessé váltak. A plébánia külső-belső felújítása történt meg, mint ahogy lehet látni vakolatcsere, azon kívül kibontottuk a lábazatot, ami volt, tetőcsere történt rajta, illetve az udvar Felszedték kapott. Felszettük a, a különböző hajópadlókat, kicseréltük az összes vezetéket, vízvezetéket, villanyvezetéket, tehát új fűtés van, egy központi fűtést tettünk be. Úgyhogy nagyjából így alakult ki. Valójában az épület szinte megújult teljesen. Ez pedig már a plébánia a felújítási munkálatok befejezése után. A 187 éves épületet évtizedekkel ezelőtt tatarozták utoljára, de a szűkös pénzügyi lehetőségek miatt ez nem volt mindenre kiterjedő. Ruszki Gábor plébános kérdésünkre elmondta. A felújítás több forrásból valósulhatott meg. A rekonstrukció első üteme a Nemzeti Kulturális Alap igazgatóságához benyújtott pályázat 20 millió forintos támogatásából valósulhatott meg. A második ütem pedig az NKA igazgatóság építőművészet és örökségvédelem kollégiumának felhívásán kapott másfél millió forint célzott támogatásból. Ehhez jött még a Debrecennyi Egyházi Egyházmegye megye és a Nagykálói Hívek anyagi támogatása. A rekonstrukciós munka a műemlékvédelmi előírásokat is figyelembe véve folyt a közel 200 éves épületen. Mivel a plébánia műemlékvédelem alatt áll, ezért a kivitelezési terveket az illetékes hivatal szakembereinek segítségével és az örökségvédelmi hatóság engedélyével készítették el. Ilyen 200 éves épület valójában, tehát elég szép a maga nemében egyszerű késő stílusba épült. És ez a nap volt a háza, ugyanis a, a plébánia, illetve a többi rész a káplán a, rész az a másik épületben volt. És hát így egy nagyon impozáns valójából az épület kívül belül. Nagyon szépen harmonikusan illeszkedik a templomhoz. Szinte visszaállítottuk az eredeti formáját. Hát a mi réfillelnek ez meg is volt egyébként a kívánságába, hogy eredeti formába kell visszaállítani az épületet, úgyhogy egy kicsit húzósá vált emiatt az elvárás miatt. Ugye az ablakú cseréje, nyilvánzáró cseréje, az ajtókat, amelyik nem volt, hogyha akkor újra kell gyártani a kornak megfelelően. De azt hiszem, hogy nagyon szépen megfelelt egyébként a, a munka és a műemlék azok nagyon elégedettek voltak, úgyhogy külön megdicsérték a vállalkozónkat, hogy ilyen szép és minőségi munkával tudta elkészíteni ezt a plébániát. Befejeződtek tehát a nagykálói római katolikus plébánia felújítási munkálatai.